Június közepén fejeződtek be az érettségi vizsgák a Kevi Petőfi Sándor gimnáziuma és technikumában, ma pedig kiderül, hogy a jelentkezők közül kit és melyik felsőoktatási intézménybe vettek fel. Ebben a tanévben 86-an érettségiztek, emellett a 10. és 11-es évfolyamokból 65-en tettek előrehozott érettségi vizsgát idegen nyelvből, informatikából és földrajzból. Rendben, jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlott az idei tanévben is az érettségi vizsgánk. Hát voltak benne új elemek, melyekre jobban oda kellett figyelnünk, hiszen például az előrehozott vizsgázóink közül vannak, akik már a 2020-as NAT szerint készültek erre a megméretetésre, és ezért nekik már más típusú vizsgát állítottak össze, például a régi nevén informatika, ők digitális kultúrából már másként kellett, hogy készüljenek erre a megmérettetésre. Szentgyörgyiné Szlovák Mária intézményvezető nagyon sikeresnek tartja az idei érettségi vizsgákat. Nagyon sok 90% fölötti eredményünk született, még a külső emelt szinten vizsgázók esetében is. Volt 100%-os vizsga eredményünk emelt szinten informatikából, kémiából, de ugyanígy matekból is itt helyben 3-an írtak egy osztályban teljesen hibátlan érettségi dolgozatot. A diákok többsége is elégedett volt az érettségi eredményével, és most nagyon várják, hogy kiderüljön, sikerült-e annyi pontot összeszedniük, ami elég ahhoz, hogy bejussanak abba a felsőoktatási intézménybe, ahová szerettek volna. A többség az örömmel vette át és nézte meg az érettségi bizonyítványát, és akikkel beszélgettünk, és tehát szóba került, hogy a korábbi pontszámok alapján mire számít. Tehát én bízom benne, hogy az idei évben is, illetve a mai napon is nagyon sokan fognak örülni, és mondjuk pezsgőt bontani, hogy ki tudja ki, hogy ünnepel, annak örömére, hogy eredményes, sikeres a felvételie. A Kevi Petőfi Sándor gimnáziuma és technikumából a tanulók 90%-a jelentkezik valamelyik felsőoktatási intézménybe, főiskolára, egyetemre, és 80%-uk be is kerül az általa megjelölt első vagy második államilag finanszírozott helyre.